születtem Franciaországban, Párizsban, és én érettségig ott laktam. A fiúkkal már régóta ismerjük egymást, mert édesanyám népdalénekesnő, ezért én ebbe úgy mond beleszülettem. És hát úgy alakulgatott, nyilván nagyon sok buliba találkoztunk már, tudtunk egymásról, tudtam róluk, ők is tudták, hogy én is énekesnő szeretnék lenni, és akkor hirtelen jött az ötlet, hogy akkor csináljunk zenekart, és ide költöztem, és lett is. Röpke 4 éve alakultunk. Viszont, hogyha visszanézünk, akkor sokkal régebbi találkozások szövődtek, fonódtak egybe, úgyhogy létre tudjon jönni ez a zenekar. Akusztikus zenét játszunk, tehát nagyon szeretjük az akusztikus hangzást. Világi népzenének sorolnám én be, azért, mert hangzásában, meg üzenetében közelebb áll a népzenéhez. A percussion, ez a cimbalom, a ritmusgitára brácsa, a szólógitára hegedű, és a basszusgitára a nagybőgő. Az improvizációt, visszafejtjük a szakrális, visszafejtjük a jazz, visszafejtjük a pop, visszafejtjük a klasszikus zene bizonyos pillanatait, akkor igazából, ahogy hántódnak le a rétegek, megtaláljuk azt az emberzenét, azt az egyszerű természeti zenét, amit most így egyezményesen népzenének hívunk. 1-2-3-4 A nagylemez program a kezdőzenekaroknak szólt. Lényegében mi pont beleesünk ebbe a kategóriába, 1 lemezt csináltunk, az 2021-ben fonogram díjat is kapott, belefért a lemezpályázatba, és ez egy kihívás is, mert egy picit másképpen állunk neki, mert kaptunk egy producert, akivel együtt dolgozunk. És egy jó dolgot szeretnénk csinálni, nem akarunk itt nagy turpisságot. Mindenki hoz egy ötletet, általában mondjuk, hogyha én hozok egyet, akkor úgyse lesz olyan, mint amit az elején hoztam, hanem mindenki hozzászól egyenként, és születik belőle egy tök új dolog. Igazából, amit én hozok szám, azt nem is az én számomnak tekintem, hanem egy 5. évszak számnak, mert mindenki hozzászólt, és mindenki a saját gyerekének tekinti. Köszönöm.